A saját stílus elérése nem megy hamar, de egy élet is kevés ahhoz, amit egy művész ki szeretne fejezni vagy megalkotni. Vagy a mai vendégünk, aki egyedi művészetével világmozgalmat indított. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Czakó Ferenc képzőművész, animációs filmrendező, érdemes és kiváló művész. 1974-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola alkalmazott grafika szakán, majd a Pannónia filmstúdióban helyezkedett el, ahol 1991-ig tervező-rendezőként dolgozott. Csukás Istvánnal olyan sikeres sorozatfilmeket készített, mint a Sebaj Tóbiás vagy a Zénó. 1993-ban saját animációs stúdiót hozott létre egyedi filmjei készítéséhez és az induló fiatalok segítésére. A nemzetközi filmfesztiválokon a Homokbáb szobor animációval készült filmjei nagy nemzetközi sikereket értek el. Abóvó című filmje 1989-ben elhozta a Cannes Filmfesztivál aranypálma díját legjobb rövid film kategóriában, valamint Annecyben a világ legnagyobb animációs fesztiváljának legnagyobb elismerését, a Kristálydíjat is elnyerte. Hamu című alkotása 1994-ben a Berlini Filmfesztivál aranymedve díját kapta meg. 1996-ban találta fel az élő homokanimációs előadást, mint színházi előadási formát, mely azóta Hungarikummá nőtte ki magát. A filmkészítés mellett folyamatosan kiállításokat rendez képzőművészeti munkáiból, grafikáiból, részkarcaiból, itthon és külföldön. Mára világszerte tart speciális animációs filmkurzusokat, és zsűri meghívásoknak is eleget tesz. Lehetetlen felsorolni, hogy mi mindent csinált, és csinált Czakó Ferenc. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást, köszöntök mindenkit. Azt mondta, és ezt a gondolatot idéztem, hogy egy élet is kevés egy művésznek ahhoz, hogy kifejezze azt, amit ki akar fejezni, ami benne van. Hol tart ebben most? Mi az, amit még nagyon ki szeretne fejezni? Nekem végül is annyiban könnyebb a munkám, hogy több lábon állok, tehát végül is képzőművészet volt az alapja, és hát én igyekeztem magát a rajzolást, tehát ezt a szakmát eléggé jól elsajátítani, és hát ebből indult ki, de az animáció, de mondanám, hogy sokkal korábban, mert már 13 éves koromban bejártam a Pannónia filmstúdióba, tehát annyira izgatott ez a furcsa, különleges eljárással készülő animáció, hogy mozog is, meg hangja is van, de mégis egy elvarázsolt világ, nem egy valós világ. Hát valahonnan indult ki lépésről lépésre, és hát gyakorlatilag én elvégeztem a képzőszeti szakközépiskolát, így a kisképzőt, és hát hál' Istennek rögtön felvettek a főiskolára, a képzőművészeti főiskolára, grafika szakra, és akkor már folyamatosan bejártam a Pannóniába, mert hát ugye a végén úgy jó lett volna valami olyan állást is kapni, ugye nem csak egy tengődő grafikusnak lenni. És akkor egy furcsa véletlen folytán összejöttem Merz Lóránddal, aki hát végül is operatőr szeretett volna lenni, és csináltunk egy pici kis 8 mm-es amatőrfilmet. Amit be is neveztek egy amatőrfilmfesztiválra. Igen, úgy van, a Békés Csabai egyetlen ilyen fórum volt, és rengetegen küldtek be filmeket, és hát csodák, megnyertük a fődíjat 73-ban. Ez egy Petőfi festményanimációs film volt, Petőfi című. Egyébként érdekes, hogy a 150 éves évfordulóra készült, ugye tavaly meg a 200 éves évfordulót ünnepeltük, tehát ez is még egy kiállításon egyébként szerepelt is ez a film Kecskeméten egy nagy Petőfi kiállításon, mint az első filmem. Hát ez egy érdekes motívum volt, és akkor bevittem a Foki Ottóhoz a Báb stúdióba, hogy hát én szeretnék animációt csinálni, jaj, de jó lenne. Hát mondta, igen, de hát én a térbeli animációt csinálom, ott van, hogy olyan is meg csináljátok, ami a térbeli animáció, és akkor kitaláltunk, hárman voltunk egyébként, és kitaláltunk egy tárgy animációs filmet, ez is a háromdimenziós animációnak az egyik fajtája, ugye van a Báb, a Gyurma, a papírkivágásos, tehát nagyon sokrétű, én ezért szerettem
ezt a műfajt, és akkor mindenféle nagymama szemüveget, mindent elkértünk, meg távcsöveket, és akkor mentek a szemüvegek, és akkor megint beadtuk a Békés Csabai amatőrfilmet, megint megnyertük a fődíjat, és hát ez nekem belépő volt a Pannóniába, Lóránt barátomnak meg a színművészeti. Szóval, hogy ez egy nagyon kívülről nagyon egyenesnek tűnő pályakép, amiben minden egymásra építkezik, és közben mégis nagyon sokrétű, de akkor menjünk vissza egy picit a kezdetekhez, ami a családból jön, hiszen az édesapja festőművész volt. Mi mindent kapott tőle? Milyen szellemiséget hagyott őre, ami visszaköszön ezen a pályán? Hát édesapám festő, grafikus volt, és nagyon tehetséges, csak hát az ő életét, karrierjét tönkretette a világháború, és hát ugye egy lebombázott országba visszajönni, hát pont a festményt kellett mindenkinek, el lehet képzelni. Igen. Úgyhogy végül is textiltervezőként tudott elhelyezkedni, és hát még mindig jobb volt, mint szenet lapátolni. De egyfolytában festett. Tehát az volt az érdekes, hogy én azt láttam, hihetetlen munkabírása volt, és tényleg nagyon jó, nagyon magas szintű rajztudása volt, tehát ezt is átadta. Túl sokat nem tanított, de hát az, ami körülvette, tehát az a képi világ. Látni őt az egyenlő igen, volt hát a tanulással. Benne voltam, és rengeteg festészeti, grafikai szerszámok. Hát most én bekerültem a képzőművészeti gimnáziumba, Ott nem kellett tanulnom, hogy most melyik ecset, vagy melyik szén, vagy pit kréta, vagy nem tudom, amivel dolgoztunk, hogy az micsoda, mert ez mind rendelkezésre állt annak idején a lakásba. És hát én állandóan láttam, ő egyébként akvarell temperából kitalálta ezt a nagyon, nagyon érdekes, különleges vegyes technikát, és egy hát a fantázia és az akadémikus stílusnak a keveréke volt, tehát ez gyakorlatilag nekem is valamilyen szinten a véremé vált, és hát egy nagyon jó alapot adott. Azon gondolkodtam, látva most az imént egy kis rövid összefoglalóban a képeket, meg egyébként is ugye láttam az alkotásait, hogy mennyire úgy van, ahogy mondja ezek kapcsán, hogy valóban az érdekli, hogy életet lehelni ezekbe a figurákba, hogy úgy mozduljanak meg, hogy az élethez legyen köze, és azért foglalkoztat ez engem, mert minthogyha a mostani animációs szcénában, a nagy stúdiók közepette, ez minthogyha elveszőben lenne ez a gondolat. Ezt jól érzékelem, vagy ez egy tipikus külső okoskodás, ami nem feltétlenül van? Nem, köszönöm a kérdést, nagyon jó, tehát itt tényleg ez az egész animációnak a lényege, hogy életet lehelni bele. Na most itt visszatérve a bán animációra, ami tényleg egy báb, tehát úgy mondom húsvérbáb, hát abban meg különösen egy felfokozott izgalom, pláne, hogy csináljuk heteken, hát egyébként egy ilyen Zéno vagy egy Sebai Tóbiás epizód 4 hétig tart. Tehát az érdekes, hogyha valaki éppen megy a film, és kenegi a vajas kenyeret, pont nem látta, amit egy hétig csináltam. Tehát ezt úgy kell... Egyetlen kis mozdulatban hosszú-hosszú napok munkája van. Hát én egész életembe álltam. Tehát a báb, a gyurma, a homok animáció, egyébként még festve és állva festek, tehát egész életembe állva kellett csinálni. Most ez kívülről nézve egyébként rettentő, unalmas történet, hogy van egy asztal, rajta van a báb, 30 lámpa körülvesz, 30 fok meleg van, és akkor ez úgy működik, hogy odahajolok, kicsit igazítok rajta, hátra, 2 kocka, megint odahajolok, megint igazítok, és a tetejébe a régebbi rajzfilmeljárásnál a celleken látták az előző fázist, itt amikor kimozdítom, már nem látom. Tehát fejbe kell végig gondolnom, hogy fog menni a figura. Tehát az egész film ott van az ember fejében, és csak kibomlik ezekben a kis kockákban. Igen, de ugyanakkor meg az egy nagyon lényeges dolog, hogy míg a rajzfilm, különösen ma a komputer animáción egy virtuális világban, itt mindig az anyaggal kell küzdeni, tehát egy bábnak eltörhet a lába, a gyurma túl nehéz, a díszlet éppen eldőlhet, tehát egész életemben mindig egy anyaggal küzdés van, tehát a homoknál ugyanez, hogy nem úgy működik, mint mondjuk a virtuális komputerrel készül, hogy átmehetnek egymáson a,
a figurák és dolgok, mert ott az a valóság van, és például csak egy apró kis érdekesség, hogyha ha túl sok homok van szórva, és én egy kis kezet szeretnék megrajzolni, akkor a homok beomlik. Tehát azt a vastagságot kell eltalálni, hogy a kicsi dolgokat is meg lehessen oldani. Tehát örökké a komoly, egyébként ehhez az egész tradicionális háromdimenziós animációhoz nagyon komoly anyagismeret kell. Tehát a különböző bőrök, filcek, a ragasztók, és ami nagyon lényeges, talán leglényegesebb, hogy minden a kamera alatt zajlik, vagy előtt. Tehát nem úgy megy, hogy megvan mondjuk, hát még a régebbi rajzfilmgyártásnál megvannak a hátterek, megvannak a rajzok, és akkor mikor minden kész, akkor bemegyük a kameraszobába. Itt minden a kamera előtt zajlik, tehát a bábot a kamera, a homokot a kamera alatt, és ez rengeteg improvizációs lehetőségre, vagy lehetőséget ad, mert lassan megy, lassan halad a dolog, és hát lehet gondolkodni, ugye a kérdésre válaszolva, menet közben rengeteg ötlet jut az ember eszébe, és abba az irányba viszem el, tehát nincs nagyon kötött forgatókönyvem, és valószínűleg ez a fajta kivitelezési mód, most túl azon, hogy nagyon-nagyon aprólékosan van elkészítve, meg kézzel van csinálva, azért ezt látják a zsűrik is, hogy kézzel van csinálva, és nem komputerrel. Tehát valószínűleg ez az improvizációs lehetőség, ez nagyon frissé teszi a filmeket. És ez az, ami jó benne? Azért kérdezem, mert hogyha most valakinek, aki nem foglalkozik ezzel a művészeti ággal, el kéne magyarázni, hogy ott állok órákat, napokat, heteket. Ilyen aprólékos munkáról van szó. Azért nyilván van, amit újra kell csinálni, mert talán nem feltétlenül lesz tökéletes elsőre. Szóval, hogy mi a jó ebben? Hát az élvezetben az, hogy amikor meglátom vetítve, hogy mit csináltam, és megjelenik az, amit megálmodtam. Tehát egy anyagból kivarázsolva most, hogy ez aztán gyurma vagy homok, ez a különlegessége. De hát csinálnak olajfestékkel is. Tehát ugye mindennek ez a lényeg, ez a 24 kocka per másodperc, tehát föl van aprózva, és ezért nagyon drága is a műfaj, mert nagyon hosszú ideig tart, és nagyon aprólékos munka. Hát hogyha visszamegyünk az időben az Abóvó sikeréhez Cannes-ba, akkor most utólag mit mondana, mitől hathatott az úgy, hogy az megért egy aranypálmát ugye a rövidfilm kategóriában? Hát egyrészt nekem ez volt az első homokanimációs filmem, nagyon fontos volt az a kivitelezési mód, hogy én egy egyszer két méteres óriási üveglapon csináltam, tehát dobni lehetett a homokot, festeni, tehát szinte festeni vele, és nem picibe csináltam, mert azt tudni kell, hogy a rajzfilm mérete az egy ilyen két A4-es durván méret, amiben ha beleszorul az ember, nem lehet ezt a nagyévű homokkal rajzolást elkészíteni. Tetejében van benne még egy szoboranimáció, amit nekem kellett megmintázni a szoborot is, abból csináltak egy gumiszoborot, amikor ki kell a homokból, tehát ez egy 4 hónapos munka volt, tehát általában egy ilyen 6-8 perces egyedi fesztiválfilm, az egy fél évig eltart, még a vágások, utómunkák, hang, egyebek, tehát rettenetes munka. Most visszatérve a kérdésre, én szerintem egyrészt, hogy lehetett látni, hogy ez egy nagyon aprólékos kézi munkával készült anyag, és hát másrészt meg rettentő kemény általánosított emberi problémákat mutat be. Tehát tényleg szerelem, háború, gyakorlatilag szimbolikusan minden benne van ebben a filmben. Ember megszületik, és valakik eltapossák, tehát újjászületik, tehát van benne egy olyan nyomasztó és ugyanakkor felemelő világ, amit egyébként azóta se tudtam megfejelni, bár elég sok homok animációt csináltam, meg díjakat is kaptak, de ez valahogy annyira... De itt visszatérhetünk az első kérdéshez, hogy de még van rá lehetőség, még megfejelhető. Itt dőlt el egyébként az, hogy örökre mondjuk úgy, hogy szövetséget köt a homokkal?
Igen, hát ez egy húzóerő, tehát azt tudom mondani, hogy húzóerő, sokan kérdezik, hogy hát most honnan jön az ihellet. Hát ez nem így működik, hanem úgy, hogy rengeteg apró kis szeruza rajz. Én tanítottam is meg az egyetemen, hogy nem nagy rajzokat kell csinálni, amiben szétfolyok, hanem az ötleteket rögtön lerajzolni pici rajzocskákba, aztán majd lehet bőven megrajzolni szépen, amikor megvan az alapötlet, amikor megvan az a folyamat. Tehát én úgy érzem, hogy ez a kettőség, tehát a rajztudás és az a elgondolkodás, vagy az a gondolati rész, amit igazán nem lehet szabályozni. Tehát én imádom a költeményeket, imádom a klasszikus zenét, és ezekből valahogy összejönnek ezek a dolgok. Hogy mennyire imádja ezeket, arról még beszélünk, de most következik valaki, aki bizony jól ismeri a pályáját. Egy olyan személy gondolatait hallhatjuk most, aki könyvet is írt vendégünk munkásságáról. Feledi Balázs művészeti írót kérdeztük Czakó Ferencről. Kimondva kimondatlanul, Feri egy feltaláló. Tehát ugye korábban ilyen nem volt. Azóta ez világmozgalom lett. Így rajzolni homokszórással csak azt tud, aki tollal is, egy szeruzával is nagyon tud rajzolni. Tehát ez a dolog szakmai alapja, amihez jön ez a bizonyos általa kiválogatott Duna homokanyag, ami egy speciális, ilyen sárgás, barnás színű, és amivel ő elkezdett rajzolni a 80-as években. Fantasztikusan felkészült képgrafikus is, ami más, mint az illusztrátor. Tehát, mint önálló képgrafikus, a képzőszti főiskolán megtanulta a grafikai technikákat is, kitűnő részkarcos lett, és részkarcokat készített, varázslatosakat, ez is életművének egy komoly része. Fekete-fehérben ugye ez az úgynevezett egészen ősi technika, tulajdonképpen 16-17. Századból, amit ma is részkarc és rézmetszet, és ehhez kapcsolódik az ő festői munkássága. Ő egészen varázslatos technikával összeépítve a motivumrendszert, az álomra építkezést, a szürrealizmust, kicsit a korábbi művészettörténeti időszakoknak a parafrázisait, esetleg egy Breuerre épített látomásosságot. De mindezzel együtt egy ilyen ironikus, groteszk látásmód, ami persze nyilvánvalóan a filmes világával is összefüggésben van, de ez hozzám az ő festői, grafikai világa nagyon-nagyon közel áll. És hát meg kell mondani, hogy ugye a zenék azok mindig is fontosak voltak nála a filmjeiben, és nagyon érdekes, hogy amikor a festményeit vagy a grafikáit élvezzük, akkor ugye az egy néma művészet, a látvány maga, de annyiban is különleges a képi világa, hogy halatlan összművészeti hatású. Grafikáról és festészetről még lesz szó, de maradjunk egy picit a zenénél, hiszen itt is hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire fontos ihletőforrás. Személyes élményem az a bizonyos, fantasztikus összművészeti esemény, amikor Kodály Galántai Táncok című művét animálta homokba, Kocsis Zoltán vezényletére. Ez egy nagyon emblematikus pillanata ennek az egész történetnek. Hogy néz ki az alkotásnak a folyamata? Hogy indul ki a zenéből? Hogy történnek ezek egymás után? Hát először is ehhez kell egy felkérés. Tehát Kocsis Zoltánon túl Hollerung Gábor, Hamar Zsolt, Hámori Máté, és még sok Kocsár Balázs, tehát sokaknak megtetszett ez a tulajdonképpen a zenét kísérő rajzi világ, vagy azt mesélő rajzi világ, és egyébként nem mindenre lehet. Tehát úgy, ahogy mondjuk egy költemény vagy irodalmi dolgot se lehet mindegyiket megrajzolni, ugyanúgy nem minden zenére lehet. Tehát vannak olyan zenék, ami túl gyors, vagy nem lehet illusztrálni. Volt olyan, amivel próbálkozott, és nem ment. Nem, hát gyakorlatilag itt a pragmatikus zenékről van szó, tehát mert
tettem, egy olyan, mint egy Carmen, Muszoszki egy kiállítás képei, vagy Bartóknak a fából faragott királyfi, ezek mind szerepeltek a MIPA-ba annak idején, a Stravinsky tűzmadár, tehát ezeket meg lehet valósítani egyrészt a zene ritmusára, és hát ez is ugyanez visszatérve ugyanígy működik, hogy hallgatom a zenét, és akkor sok-sok apró kis rajz, és akkor már fejemben van, hogy egyáltalán mit lehet megrajzolni, mit nem, és akkor elkezdem gyakorolni, és akkor megy a zene, én még mindig rajzolom, a zenének már rég vége van, akkor kitalálni egy másik valamit, ami ugyanolyan különleges. Ugye, mert ennek a kulcsa a pontosság, a gyorsaság és a pontosság, tehát hogy tényleg a ritmus és a képek passzoljanak. Együtt kell szaladni a zenével, tehát itt az a különleges és frappáns, hogy pont akkor fejeződjön be, lehetőleg egy különleges képi motívum, amikor pont a zenének vége van, és hát én most már, ugye ezt 96-ban találtam ki, amikor megjelent a projektor, ez a szerkezet, kivetítő szerkezet, és akkor hát most már odáig eljutottam, hogy ahol lassú a zene, ott lassan rajzolom, ahol gyors a zene, ott nagyon gyorsan rajzolom, de ez rengeteg gyakorlás, tehát ahhoz, hogy egy ilyen 40 percet ki tudjak állítani, és a néző úgy érezze, hogy jaj, hát ezt én is meg tudom rajzolni, az nekem mondjuk két hetes gyakorlás. Érdekes, hogy pont a nézőket említette, mert én is ezt akartam szóba hozni, aki, és most majdnem azt mondtam, hogy aki volt Cakó koncerten, de így is mondhatjuk. Szóval aki volt Cakó Homok animációs koncerten, az tudja, hogy nagyon sokszor fordul elő az, hogy hang benszakad, lehelet megszegik, néma csend van pillanatokig a produkció után, és akkor egyszer csak kitör az ováció. Ez hogyan érinti? Igen, ez egy jó meglátás, és ezt én is tapasztaltam, hogy vége van a zenének, és végre fel tudok nézni, mert egyébként egy főtábor rajzolást nézem, és nézem, hogy nézik az üres vásznot. Tehát eltelik egy 5 másodperc, hogy lezuhannak ebből az álomvilágból, mert végül is bele vannak víve, nem csak egy történetmesélésbe, hanem egy alkotási folyamatba is bele van víve a néző. És hát valószínűleg ez a varázslat, ez az, amit én se tudok igazán megmagyarázni, ez az, ami egy kivált belőlük egy egészen megkülönböztetett ovációt, tehát egyébként ritkán csinálom, tehát elég ritkán van alkalmam erre, hát különösen ami nekem hát a szívem csücske is, amikor hát arra kapok lehetőséget, hogy a 80 tagú nagyzenekar rajzi kíséretét meg tudjam csinálni, hát ez egy fantasztikus dolog. És az nem fáj, nem tudom máshogy kérdezni, de az nem fáj, hogy eltűnik, mert én értem, hogy ezt föl lehet venni, készül egy koncertfelvétel, és akkor ott van. De mégiscsak eltűnik. Ez mégiscsak a pillanat művészete, ugyanúgy, ahogy mondjuk a tánc is az, de maga a zene is ilyen szempontból egy koncert az mindig a pillanat. Hát igen, én is erre ezt mondom, hogy a hangok is elszállnak, tehát igen, föl lehet venni, aztán kérdés, hogy ez milyen minőség, meg hogy van felvéve. Sokszor az fáj, hogy mert hogyha hibázom, ugye ezt a néző nem látja, mert nincs kotta, hát rajzolom, de az fáj, hogy néha nagyon jól sikerült az egyik rajz, és hát kénytelen vagyok törölni, mert hát jön a következő rész, és nyilvánvaló vannak ilyen dolgok, de hát egy folyamatos fotózása megy ennek, és már azért is érdekes, mert ha mondjuk olyan az anyag, akkor később könyvet lehet belőle illusztrálni, tehát ezek a fix rajzok, ezek könyv illusztrációként is működhetnek, és most már elég sok verses kötetet és más könyveket is illusztráltam homokrajzokkal, csak az a lényeg, hogy annyira jó fotó legyen, hogy szinte a homok szemek látszanak, hogy hát ez nem egy festékkel van, hanem homokkal van készítve. Akkor mégiscsak ott van benne az örökké valóságnak a lehetősége. Egyébként visszatérve a gyakorlati oldalához ennek a történetnek, amire Feledi Balázs is utalt, hogy hát ez egy világszinten elismert szabadalom lett, mondom én, hogy szabadalom, de valójában ez le van védetve világszerte? Hát itt Magyarországon levédettük, de ettől függetlenül csinálják, hát meg hát 96-tól, hát mondjuk nem panaszkodom, mert 25 éven át tényleg bejártuk a világot, rengeteg helyre kérték, fesztiválokra, mindenhová, de aztán úgy szép lassan kezdték másolni, és nem túl jó minőségben, de az elején én kaptam vissza elég kellemetlen visszajelzéseket, hogy most a Cakó ilyen rosszul rajzol, vagy mi történt.
Tehát ez elég rossz volt, és hát gyakorlatilag úgy vették át, mint hogyha boltba egy szeruzát vettek volna. De egyedül a kínaiak ismerték el, hogy azt én találtam ki. Akik még egy fesztiválra is ugye meghívták zsűrizni. Hát most hát is egy érdekes, hogy meghívtak a Pekingbe az első élő homokanimációs fesztiválra, mit tudom én, 30 észrevővel, ennek a zsűri elnökének. Tehát amit leloptak, annak a zsűri elnökének meghívtak. Tejbevajba füröztöttek, tényleg aranyosak voltak nagyon. És itt szembesültem például egy olyan dologgal, hogy egyébként érdekes, jókat rajzoltak, tényleg nagyon klassz volt az egész fesztivál, és engem itt sokat kapacitáltak barátok, hogy hát ez annyira kreatív, hát miért nem viszem be az oktatásba, de most nem volt nekem erre energiám most minisztériumba beadni, meg mit tudom, milyen leíratokat, hogy hát milyen jó az a homokanimáció. Ott mutatja valaki a nagy mobilján, 30 gyerek egyen trikóba, mindegyik előtt egy világító homokasszal, és rajzolják a homokot. De azért ez egy jó leső érzés. Hát jó érzés volt, de hát furcsa is, hogy hát ide is be lehetne hozni, meg itthon is lehetne ezt csinálni, de azért hozzáteszem, hogy a homokanimációt már egy fejlettebb rajztudással érdemes csinálni, tehát az, hogy házaskát csinálok meg kerítésecskét, tehát az papíron is lehet, tehát ahhoz nem kell a homokkal foglalkozni. Egyébként a fia is foglalkozik homokanimációval, és ugye a családban a lánya is művész lett, csak épp ő divattervező, és azért már egymás között is adják egymásnak az inspirációt. Ők is tulajdonképpen úgy lesték el öntől a fortélyokat, ahogy ön az édesapjától? Hát ugyanígy, hát ezt látták, hát éjjel-nappal ezt látták, meg el is jöttek az előadásra, és a fiam, hát szinte ugyanazokban a termekben, a képzőgéművel, meg a főiskolán, Epreskertben, tehát majdnem ugyanazokban a termekben, 20 évvel később végzett, de szobrászként végzett. De jó grafikai vénája van, és hát egy festőbarátjával kitalált, hogy ő két üvegen csinálják, fölül ő rajzol homokkal, és alul a festőbarátja pedig színeket rak, tehát fel modernizálták, és hát inkább azt mondanám, hogy egyharmad homokanimáció van, és hát a többi az egy ilyen festészeti motivumokkal teri látványvilág, és hát tényleg egy különlegességet hoztak. Ami meg érdekes, hogy a lányom, mint divattervező, az én homokrajzaimat is bevitte a ruhák anyagaiba, és az öcsének a grafikai világát is. Tehát kinyomtatta a nagy grafikáit, és ebből csinált egy ruhakollekciót. Tehát valahogy úgy összefonódnak ezek a dolgok írtó aranyosan. Így vált Cakó művész dinasztiával most már a családja. Egyébként most is folyamatosak a felkérések a zenekaroktól, tehát hogy él ez a műfaj folyamatosan? Igen, tavaly a Hollerung Gábor Karnagyúr felkért a Carmen Suite előadására, hát ez egy ilyen 40 perces gyönyörű darab, és ezt még Veszprémben is előadtam egy nagy zenekarral, és hát várok ilyen felkérésekre, ha pedig nincs, hát most például lesz a Marcibányi téri kultúrházban is lesz egy ilyen homokanimációm, ami hát egy kiállítása egybekötve, tehát a nézők látják azt, hogy milyen képi anyagból indul ki végül is ez a homokanimációs világ. És ami hát egy érdekes, visszatérve erre a lefotózós homokrajzokra, hogy a múlt évben a Marosvásárhelyi Ariel Színház az egész János Sütészt, vagy Petőfébe, az egész János Sütészt leadták. És ehhez kértek háttérvetítéses homokrajz anyagokat, tehát csináltam nekik vagy 150 rajzot, és akkor ezt ilyen áttűnésekkel mozog, tehát nem úgy mozog, mint egy animáció, de hát nagyjából mozog, és hát ezt vetítették be a különböző helyeken a darabba, és én ezt fotóztam, és akkor jött az ötlet, hogy hát akkor ebből lehetne egy könyvet is csinálni, mint illusztráció, és hát remélhetőleg, hogy lesz egy ilyen János Vitéz könyv megjelenés is, hát legalábbis reményeim szerint. Most nézzük meg, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, és hogyha már a Marcibányi teret említette, egy olyan művész barát következik, aki az együttesével gyakran megfordulott, és együtt is szoktak koncertezni. A Kaláka együttese több alkalommal lépett fel, most Grillusz Dániel mesél a közös munkáról Cakó Ferenccel. Cakó Ferenc! A Kaláka dalokhoz készült homokanimáció pontosan ugyanúgy indul, ahogy bármelyik, hogy ott van egy
egy felület, és azt úgy lesöpri, és akkor egyszer csak rákerül egy kupac homok, és az a kupac homok egyszer csak elkezd úgy élni. Tulajdonképpen mondhatom, hogy egy kisgyerek a homokozóban várat épít, vagy ugyanúgy építi föl, csak hát olyan grafikai tudással és olyan hihetem virtuóz pillanatok alatt kezelt formákkal, amik nyilván nincsenek meg egy gyereknek a homokozóban. Vers zenével, és még a rajzzal, és teljesen egy időben, és egy idősávon megy le. Például egy Arany János balladam. Úgy burjánzik az az egész, hogy ahol látsz egy arcot, nem vagy biztos, hogy a következő pillanatban nem virág lesz belőle, vagy tök lámpás. Ezt csak ő tudja. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát, jaj, beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százért, menj, haragszom, nem szégyelled, tényleg bizony gyászért. Ez csak ő tudja, hangzott el, én meg nagyon irigylem ezt a tudást, de egy picit beszéljünk arról is, hogy a homok animációnak milyen olyan kulisszatitkai vannak, amelyek esetleg valóban titkosak. Például a homoknak az összetétele az valami olyan, mint egy különleges recept, egy séf különleges receptje? Igen, hát erre a kérdésre szoktuk viccesen válaszolni, hogy a legdrágább szaúdi homokkal dolgozunk. De, hát tulajdonképpen ez a mi kicsit agyagos Duna homokunk, és hát ha látok egy építkezést, akkor oda megyek egy műanyag szatyóval, és lopok pár lapát homokot, és akkor ez, tudom én, két évig tudom használni, mert gyakorlatilag az élő előadások is hát egy dunsztos üvegnyi homokból készülnek. Nagyon le van szitálva ez a homok, tehát az a lényege, hogy ne legyenek benne nagyobb kis kavicskák, mert ha az szóródik, akkor kirobbant egy lukat. Tehát egy egyenletes, simaságú homokkal kell dolgozni, és egy gyönyörű faktúrája van, tehát fantasztikus ez a vöröses-barna, nagyon, nagyon szép színek, és gyakorlatilag úgy működik, hogy a vékonyan szórom, abba lehet igazán jól belerajzolni, és ahol sötétet kíván a kép, akkor egyre jobban dúsítom, egyre többet szórok. Visszatérve a Kaláka együttesre, náluk például nehéz volt szemben mondjuk egy nagy szimfonikus, egy ilyen 30-40 perces darabban, mert nekik rövidek, hogy ezek az Arany János versek tetében mondja is a verset, tehát amit mond, azt kell éppen rajzolnom, és általában 3-4 perc. Igen, rövidek, hát nagyon rövidek, és hát ez az Arany János évni, de hát már kezdetén is dolgoztunk együtt, mert még én a papírkivágásos 80-ban Csali mese filmnek a zenéjét velük csináltattam, tehát ez egy igencsak régi kapcsolat, és hát többször hívtak ilyen előadásokra, de mindig ezek a kicsi, rövid számok vannak, sokkal keményebb felkészülést kíván, mivel gyorsabban kell rajzolni, és gyors rajzol, meg hát én maximalista is vagyok, hogy hát minél több rajzi világ legyen az adott előadáson belül. Ha már rajzi világoknál tartunk, már szóba került, hogy részkarccal is foglalkozik, és hát fest is. Ezek mit adnak a homok animációhoz képest? Milyen világokat nyitnak meg? Hát köszönöm a kérdést. Ez úgy működik, hogy a képzőművészet az alapja az egésznek, és a filmes dinamika belemegy a képekbe, tehát ezek eléggé narratív képek, és eléggé expresszívek is a maguk módján, és a képi kidolgozottság pedig belemegy a filmekbe. Tehát ezek egy ilyen összekapaszkodó saját világot hoznak létre, és ennek egy leágazása a részkarc, én ezt csináltam a főiskolán, de aztán elkapott a filmezés, és így hát el lehet képzelni, hogy 8-10 órákat ott animálgatni, hát akkor már végképp nem volt idő, meg így is illusztráltam, tehát nekem elég sokáig úgy zajlott az életem, a gyerekeim még kicsik voltak, hogy kint zuglóban volt a Gyarmat utcában, ez tényleg egy gyarmat volt, tehát a Pannonia filmstúdióban ott volt a nagy élet, és akkor én oda mindig csak utómunkára mentem be, mert
mert kint a Gyarmat utcában volt ez a bábos mindenféle térplasztikus műterem, és akkor bementünk 9-kor, és volt, mikor este 5-ig, 6-ig, 8-ig, 10-ig dolgoztunk, attól függ, hogy mennyire kellett hajtani, akkor hazabuszoztam, valamit ettem, aludtam egy kicsit, és megcsináltam még éjfélig az illusztrációs munkákat Móra kiadónak, egyebeknek, és ez egy éveken át ez így ment. Tehát egy eléggé fárasztó, tehát erre az, hogy állva minden nap csinálni ezeket a dolgokat. Na most visszatérve a Részkalcra, tényleg csináltam egy párat a főiskolán, és jött a pandémia, hát most otthon kellett ülni, filmet nem lehetett csinálni, élő előadás pláne nem, és akkor eszembe jutott, hogy jó, hát akkor nekiállok Részkarcokat csinálni, tényleg egy veretes, 500 éves szuper technika, és hát így sikerült, hogy 20 lemezt elkészíteni, és hát ez belekerült ebbe a könyvbe is, amit Feledi Balázs és még ketten írtak hozzá. Ebbe benne van, ebbe a kiadványba gyakorlatilag minden, amit 50 év alatt elkövettem, tehát tényleg a illusztrációk, a rajzok, Részkarcok, festmények, filmek, minden. Na, most visszaértünk megint az elejére. Mit szeretne még a következő 50 évben elkövetni? Hát, mi foglalkoztatja? Vannak terveim, hát még gondoltam ilyen magyar népbaladáknak a megvalósítására is így filmes jelleggel, és hát ami tényleg fantasztikus, hogy zenekarokkal együtt fellépni, tehát ez egy tényleg egy annyira magával húzó, fantasztikus dolog, hogy remélem, hogy még adatik az életembe sok ilyen nagy koncert, vagy hát így a kalakáikkal kisebb koncert, és hát festeni egyfolytában, mert most rákaptam egy olyan festés, szóval engem már az, hogy tájképet festek a csendéletet, az már igazán nem izgat, hanem akkor mi izgat? Fölrakok egy absztrakt képet, tehát teljesen non-figuratív képet, és akkor ebbe én se tudom, mi lesz belőle, és akkor kezdek bele fantáziálni. És végül egy nagyon-nagyon aprólékosan kialakított, sokszor tűjecsettel napokig készült kép lesz, amiben nagyon figurális, és még én se tudom, hogy milyen címet adok neki, és a végén ugye elkészül, és akkor na hát ennek ezt a címet kell adni, mert ez ilyen képi világot tartalmaz. Csak az Abovó kapcsán említettük, ugye, hogy abban benne volt minden, szerelem, halál, újjászületés a nagy kataklizmák után. Most milyen témák foglalkoztatják? Hát ez zsigerileg benne van az ember, Bugya Sándor mondta, a filmrendező, ő volt annak idején az amatőrfilmes titkár, ez 73-ban, 23 éves volt, és az Urániában volt egy nagy vetítés, és hát akkor ugye már ott volt az életmű, és többféle filmen, meg képek, meg minden, és ő mondta, hogy a Petőfi című festményanimációs filmben már benne volt a Cakónak az egész életmű koncepciója, tehát nyilván ezeknek különböző kiágazásai, hát most amit az ember hallgat, zenéket, olvas regényeket, verseket, tehát ebből lassan alakul ki az a világ évtizedek alatt, ami hát nyilván egyre díszesebb és egyre sok irányúbb, de valójában mindig ezt a ember, egyén és társadalomnak a viszonyait próbálja, és ember-ember közti társadalom viszonyait próbálja feszegetni. De teljesen szimbolikus jelleggel. Szóval mindig ugyanaz, de mindig másképpen, más eszközökkel. Mindig más eszközökkel, igen. Hát ez, én úgy érzem, hogy más alkotóknál is van, tehát nem tudnak kilépni a saját lelkükből, mert az a lelkiség hatja át őket. Nem is kell kilépni a saját lelkükből, hiszen minket pedig pont ez a lélek vonz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és kívánom, hogy nagyon sok koncert legyen még, amin a homok animációit láthatjuk, és persze ott vannak a festmények, a Részkarcok, és a lista végtelen. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Ez volt már a Kontúr, az M5 csatorna portréműsora. Adásunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu oldalon. Kövessenek minket a közösségi médiában is, a Facebookon, illetve a YouTube-on. Jövő héten szombaton 17:30-kor várom Önöket. Viszontlátásra!